43 évvel ezelőtt Szerbiában az első között létesült Zomborban a speciális oktatást, illetve nevelést igénylő gyermekek számára általános iskola, melyet később otthonnal középiskolával bővítettek ki. A tanintézmény igyekszik lépést tartani az európai elvárásokkal. Tantermei felszereltsége évről évre korszerűsödik, digitális tábla, számítógépek, szenzoros tanterem segíti az oktatást, és mindennek az eredménye a tanulók sikeressége, legtöbbjük ugyanis eljut valamely szakma kitanulásáig. Az iskolám igen nagyon kíséri az Európai Uniónak a programjait. Jelen pillanatban is egy ekológiai projektumba vesz részt, amellyel már eddig részben díjat is nyert. Azonképpen a bajai barátiskolával is kapcsolatot tartunk. A mai ünnepségen is részt fognak venni, és ők is bemutatják a saját programukat. Az iskola nemzetközi kapcsolatai közül kiemelkedik a bajai testvériskolával ápolt együttműködés, amely 4 évtizedes múltra tekint vissza. A kollégák azok kicserélik egymás véleményüket, nagyon sok közös problémánk van, a lemaradó gyerekek, azok a gyerekek, akik fogyatékkal élnek, súlyos fogyatékkal, különböző testi, szellemi, vagy pedig látás, szervi fogyatékosságokkal. És ugye a szakemberek, amikor összetalálkoznak, akkor 2-3 perc múlva megered a nyelvük is, mindjárt a gyerek az egy közös nyelvet alkot, és a gyerek problémája az egy nagyon nagy probléma, amit nekünk kell megoldanunk. A gyerekek csillogó szemmel léptek színpadra, a produkciójuk pedig a pedagógus munka iránti elismerést váltotta ki a közönségből. Itt nagyon tetszik. Mi az, ami tetszik? Hogy táncolok. És hogy tapsolok is, és ezt csinálom. Tavaly a tanintézmény megkapta az Ökoiskola címet. A tanulók aktívan részt vesznek környezetük zöldítésében, szépítésében, a nagyobb a kertészetet tanulnak az iskolaudvaron létesített üvegházban, a kézműves foglalkozások színvonaláról pedig mutatós tárgyak tanúskodnak.